Világbajnoki aranyérmét mutatja a pécsi Schmuck Roland, amit még júliusban nyert a Békés vármegyei Sarkadon. A nyári szabadsága után most augusztusban találkoztunk vele Pécsett a Balokánytónál, ahol bemutathatta tenger alatt járó modelljét, amivel világbajnoki címet szerzett. Ez a Nemzetközi Naviga szervezetnek a versenysorozata. Már évtizedek óta létezik ez a versenysorozat, és két évente rendeznek világbajnokságot. Amúgy a világbajnokságon kívül létezik Európa-bajnokság, és léteznek nemzeti bajnokságok is ebben a versenysorozatban. Ezt úgy hívják, hogy Naviga NS kategória, életű hajómodelleknek a bajnoksága, aminek az a jellegzetessége, hogy olyan hajók, illetve tengeralattjárók versenyeznek, amik valamilyen valódi hajónak vagy tengeralattjárónak az életű kicsinyített modelljei. Tehát, hogy amit én építettem, az is egy valódinak a modellje, valódi kutató tengeralattjárónak a modellje. A verseny az úgy néz ki, hogy két részből áll. Az egyik rész az az úgynevezett műszaki bírálat, amikor egy bírói csoport megvizsgálja a hajót vagy tengeralattjárót, annak az építését, mennyire felel meg a tervrajzoknak, az eredeti hajónak, amit fényképekkel kell igazolnia. A második része pedig egy futáspróba, ahol a szabvány Naviga pályán kell teljesíteni a modellnek. Ez a pálya, ez több dologból épül föl, alapvetően bóják vannak és egy kikötő, a bóják között megfelelően kell teljesíteni a pályát, van benne egyébként tolatási manőver és kikötési manőver, a tengeralattjáróknál pedig van merülési manőver is benne. A tengeralattjárónál alapvetően elég bonyolult a műszaki része, mert még egy hajómodellnél gyakorlatilag van egy hajó, és azt letesszük a vízre, és megfelelően motor van benne, távirányítórendszer, akkor az úszni fog, lehet, hogy nem tökéletesen, de azért valamilyen szinten biztosan működik. A tengeralattjárónál viszont merülni kell. A merülést kétféleképpen lehet elérni. Van a dinamikus és statikus merülés. A dinamikus az nagyjából úgy működik, mint egy repülőgép, tehát a tengeralattjárónak a sebessége a kis szárnylapátjaival nyomja le víz alá a tengeralattjárót, majd amikor lelassul, akkor följön. Ez az egyszerűbb megoldás. Bonyolultabb megoldás, mint az enyém is, az úgynevezett statikus merülési tengeralattjár, ami úgy működik, mint a valódiak. Ebben van egy pumparendszer és van egy ballasztartály. A pumparendszer a ballasztartályt föltölti vízzel, és gyakorlatilag egy tengeralattjáró súlya nehezebb lesz, és emiatt merül le a víz alá, majd pedig úgy jön föl, hogy a pumpa kinyomja a vizet a tengeralattjáróból. Gyakorlatilag a versenyen a merülés mélységét nem nézik, de a távirányítórendszer sajátosságaiból adódóan néhány métert tud merülni, mert onnantól kezdve a víz elnyeri a jelet. Ezek a tengeralattjárók, ezek régebbi típusú távirányítókkal működnek, meg a hercesekkel. Az újabb modellek, a jó modellek, azok gigahertzes távirányító, aminek gyakorlatilag a wifi frekvenciáját használják, 2,4 GHz-et. De a 2,4 GHz nem jó a víz alatt, mert amint az antenna víz alá kerül, onnantól kezdve elmegy a jel. Tehát mindenképpen régebbi távirányítórendszert kell használni. Az igazi tengeralattjárók egyébként herces frekvencián kommunikálnak, mert azok egészen nagy mélységre tudnak lemenni. A sebessége az nagyjából méretarányos, tehát ahogy a felvételeken is látható, tehát körülbelül olyan sebességet megy a modell, ami arányos az igazi tengeralattjárónak a sebességével, de alapvetően itt nem arról szól a verseny, minél gyorsabb legyen, hanem arról szól, hogy minél jobban manőverezhető legyen, precízebben működjön, és jól tudjon merülni a tengeralattjáró esetében. Egy tengeralattjáró futam egyébként 10 percig tart, a hajók esetében futam 7 perc, de arra nem jár pluszpont, hogyha valaki gyorsabban teljesíti. Viszont, hogyha valaki kifut az időből, akkor onnantól kezdve az összes maradék manőver az 0 pontot ér, vagy 6 pont lemonást. A pécsi világbajnoknak azonban időn belül tökéletesen sikerült teljesíteni a versenypályát. Egy a 8-hoz méretarányban készítette el a Delta névre keresztelt járművet, ami közel 5 kg-ot nyom. Schmuck Roland az Egyetem Közgazdaságtudományi Karának oktatója, a helyi politikai élet aktív tagja. Ezek mellett foglalkozik hobbiként a modellezéssel már több mint egy évtizede. Most egy gőzhajó modellt szeretne építeni, amit egy kicsi, de igazi gőzgép hajtana, árulta el a modellező világbajnok.